Azt szeretném, hogy a képeim a természet közelségét közvetítsék, hogyha valaki hazaviszi és ránéz, mindig kapjon egy kis természetet, hogy úgy érezze, hogy ő is ennek a csodálatos természetnek a része. Gyerekkorom óta közel állnak hozzám az állatok, ugyanúgy, ahogy a rajzolás is, ez a kettő együtt fejlődött ki bennem, és tulajdonképpen végig kísérte az egész életemet. Azért állatokat rajzolok, mert bennük a természet tökéletessége tükröződik, és a rendkívül sok faj miatt ez nagy változatosságot ad az alkotónak. Ahhoz, hogy egy állatrajz hiteles tudjon lenni, pontos anatómiai és viselkedéstani ismeretekre van szükség. Az én munkamódszerem három lépésből áll. Nagyon fontos a terepi megfigyelés, tehát hogy az állatokat a saját környezetükben ismerjük meg, a mozgásukat, viselkedésüket. A második a vadasparkos és állatkertes megfigyelés. Itt ez lehetőséget ad az állatok közelébe jutni, és vázlatokat készíteni róla, amik egyrészt anatómiailag is hasznosak, másrészt felhasználható akár egy konkrét póz egy készülőképhez. A harmadik az anatómiai részleteknek a tanulmányozása, amit csontvázak, koponyák és kitömött állatok segítségével tehetünk meg. A képeimet nem egy vadászlesről néző ember szemszögéből mutatom, hanem egy másik állat szemszögéből. Igyekszem ezeket úgy megcsinálni, mint hogy úgy érezzük magunkat, mintha mi is a falka vagy a csorda tagjai lennénk, ott lennénk közöttük. Nem csak állatokat rajzolok, hanem tervező grafikával és illusztrálással is foglalkozom, tehát arculatokat, kiadványokat, csomagolásokat tervezek, storyboardokat rajzolok. Ezek az ilyen irányú munkáim a Chamois Design Lab oldalon láthatók. A Dunakanyar egy különlegesen szép hely a hegyekkel és a Dunával, ahol gyakorlatilag a Kárpát-medence vadfajainak nagy része megtalálható, illetve a vizes közeg a vízimadaraknak a közelségét is adja. Innen fentről a műtermemből több mint 50 féle madárfajt figyeltem már meg. Én azt szeretném, hogyha egy ember ránéz a grafikámra, felfedezzen valamit a természet csodálatosságából, azáltal az állat által, ami tökéletesre van megalkotva. A maga környezetében, a maga tökéletesre csiszolt funkciójában. És ami ilyen, az szép. És erre a szépségre rádöbbenni jó.